Minden évben hatalmas népszerűségnek örvend a Bárka Fesztivál Tolnán. A program sorozatra a környező településekről is szívesen látogatnak el. Idén a hagyományokat kicsit megtörve nem augusztusban, hanem szeptember 8-a és 9-e között kerül megrendezésre a gasztrokulturális esemény. Először is jó időre készülünk, ugye szeptember 8-án, 9-én tartjuk péntek-szombaton. Pénteken kalandozunk a népzene világában, illetve a népi kultúrában. Délután kezdődik a program 17:30 körül a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület fellépésével, ugye a Bogyiszlói Zenekar kíséretében, majd azt követően 20:30-kor a Csík Zenekar fog fellépni, és azt követően pedig egy helyi zenekar szórakoztatja a közönséget. Szombaton már délelőtt kezdjük a szokásos hagyománnyal vált halfőző versennyel, illetve becsatlakozott hozzánk a Dunamenti Polgári Egyesület családi napot szerveznek, úgyhogy nagyon nagy közönségre, nagyon nagy látogatószámra számítunk. Ott délután 4 órakor kezdődnek a programok, úgy szintén helyi zenekarokkal, majd László Attila, őt követően pedig Vastag Tamás fog nálunk fellépni, és ugyancsak helyi zenekar a Walking Mamával fogjuk bezárni a Bárka Fesztivál programját. A koncertek mellett természetesen más kísérő programok is színesítik majd a rendezvénysorozatot. Lesznek gyerekprogramok, ugrálóvár, arcfestés, kézműveskedés, és hát természetesen ilyen alkalmakkor készülünk büfével, kürtös kaláccsal, jégkásával, mi egymással, úgyhogy arra készülünk, hogy teljesen belakjuk a teret. Már többször kimentünk terepszemlét tartani, kollégák voltak, megnézték a területet, és ha sikerül, akkor a pónilovaglást is még be tudjuk illeszteni, úgyhogy ha jó idő lesz, akkor meg fog telni a tér. Az ilyenkor hagyományos halászléfőző versenyre már elkezdődött a regisztráció, szeptember 1-ig nevezhetnek be a csapatok. 2 kategóriában halászléfőző és halpörkölt főzőversenyre invitáljuk a csapatokat. Az idei évben csapaton, illetve szervezetenként, nem csapatonként, hanem szervezetenként 5 kiló pontot tudunk biztosítani a halfőzéshez, illetve a Dunamenti Polgári Egyesület vállalta, hogy így támogatja a rendezvényünket. És az idei évben először korlátozott számban sörpadokat is tudunk biztosítani a csapatoknak. Ez mind a regisztrációnál derül ki, hogy ki mit szeretne igénybe venni. Úgyhogy pucoltan kapják a pontot, aki kéri sózva, aki kéri sózás nélkül. Úgyhogy próbáltunk így kiegészíteni, hogy minél komfortosabban tudjanak a csapatok részt venni ezen a versenyen. Hát reméljük, hogy sikerülni fog. Egy ekkora volumenű esemény előkészületei igen sok munkát igényelnek. Pontosan azért, amikor ugye én április 1-től dolgozom a kulturális központban, akkor még nem volt meg a Bárka Fesztiválnak a költségvetése. Azt kértek tőlem a képviselőtestület, hogy készítsünk egy költségvetést ahhoz, hogy megkapjuk a megfelelő forrást hozzá. Több variáció is készült, 8 költségvetés készült, és hál' Istennek a úgymond a legmagasabb összegű költségvetést fogadta el a képviselő testület. Hát utána következett a következő probléma, hogy mire nekünk lett forrásunk, előkerült a forrás, addigra ugye ki az a fellépő, akit mi ide tudunk hívni, mert ugye most a pénzünk már megvolt hozzá, csak megfelelő előadó nem volt, és hát el tudtuk volna költeni ezt a pénzt minden további nélkül, de valami értékeset szerettük volna a Tolna lakosságának biztosítani, és ezért újból a testülethez kellett fordulni a tekintetben, hogy módosítsuk a Bárka Fesztiválnak az időpontját, mert ha ezt megtesszük, akkor talán lesz olyan fellépőnk, akivel sikerül szerződést kötni, és így is történt. Hogy gyakorlatilag amikor az időpont módosítás még csak zajlott,
akkor már sikerült ilyen idézőjelbe a csíkzenekart lefoglalni, és amikor rábólintott a képviselőtestület, hogy melyik az az új dátum, a szeptember 8-9, akkor addigra úgymond megvárt bennünket a csíkzenekarra, és meg tudtuk kötni a szerződést. A színes programokkal teli gasztrokulturális bárkafesztivált tehát idén szeptember 8-a és 9-e között rendezik meg a Tolnai Dunaparton.